Készült Szarvasváros önkormányzata és a Magyarországi Evangélikus Egyház konzorciuma megbízásából a Széchenyi 2020 támogatásával. Köszönöm. Ebben a kísérletben levélbőrszöveti nyúzat vizsgálatát fogjuk véghez vinni. Ehhez először is én már előzőleg elkészítettem a levél fonákáról a bőrszöveti nyúzatot. A bőrszövetről tudjuk, hogy itt a levélen egy sejtsor vastag, és a bőrszöveti sejtek nem tartalmaznak zöld színtesteket, ennek megfelelően a jó bőrszöveti nyúzat átlátszó. Amit itt nagyon szépen lehet látni, hogy tényleg az, ami megfigyelhető még, a sejtek sejtfalai, ennél a növénynél hullámosan, de szorosan kapcsolódnak egymáshoz. Ami még látható, ezek a kicsit sötétebb dolgok, a gázcsere nyílások. Nézzük meg ezeket egy kicsit közelebbről. Kicsit nagyobb nagyítással gyönyörű szépen megfigyelhetők a gázcsere nyílások. A kettő darab szép, bal alakú zárósejt, közöttük pedig a légrés. Ami még nagyon szépen látható, hogy a gázcsere nyílások baba alakú zárósejtjeiben találhatók kloroplasztiszok, tehát zöldszíntestek, amik ugye a bőrszöveti sejtek esetében hiányoznak. A gázcsere nyílások feladata tudjuk a gázcsere és a párologtatás. A légrés méretének szabályozásával tudja ugye a növény mind a gázcserét, mind pedig a párologtatást szabályozni. Ami még itt látható, a gázcsere nyílások sejtjei mellett a melléksejtek. Készült Szarvasváros önkormányzata és a Magyarországi Evangélikus Egyház konzorciuma megbízásából a Széchenyi 2020 támogatásával. Köszönjük a Magyar Állam és az Európai Unió támogatását!